Sziasztok! Zsolt vagyok, a mai videóban a Gion Bade Plus nevezetű sampont fogjuk kipróbálni. Ez egy ilyen kerámia sampon, úgymond, tehát szilícium-dioxid van benne. Mégpedig úgy, hogy érintéses mosással előbb a vödörbe tettem, hát olyan 15 liter körüli víz van benne, vagy annyi lesz legalábbis a végére, és abba tettem olyan 75 millit, valamint a móka kedvéért, amikor végeztem és leüblítettem, akkor még a habosítóba is tettem 500 milliliter vízhez 50 millilit a termékből, még egyszer beterítem, biztos, ami biztos, enni nem kér, volt belőle bünyála, egyik kedves youtuber kolléga, Viktor, adott belőle rengeteget, úgyhogy majd lesz egy link a csatornájához a videó leírásában, ne felejtsétek el lecsekkolni. Kocsi kap előtte egy előmosást, és akkor utána jöhet az érintéses mosással a Gion Bade Plus, valamint a habosítóból. Csapassuk! Yeah.
Come on, little girl, put your hand in my hand. Come on, little honey, let me tell you what I'm feeling. I was on the floor, on the bottom when I thought of you. Now we can forget it, cause I'm starting to believe it. To believe it. Yeah, I could be a soldier when you're telling me to soldier you on. I could be a fighter when you're telling me to fight. I could be a hero when you're here, when you're here with me. I could be forgotten if you tell me to forget it. To forget it. Yeah, I could be forgotten if you tell me to forget it. Nos, fiúk, lányok, ez volt a Gionnak a Bade Plus samponja. El is felejtettem a videó elején, de majd rakok akkor most ide egy képet, hogy hogy is néz ki maga a termék. Ne nézzétek a kocsinak a motorház tetejét, sárvédőit és az első lökhárítót, mert azok nagyon gatya állapotban vannak, tehát azt fényezni kell, a lakk az már viszont látás. Tehát már csak a festék van, ráadásul az is elég rendesen meg van kopva, el van oxidálódva. De még így is azokon a felületeken is látszott a víztaszító hatása, hát a többi fényezett felületen meg gyönyörűen. Amikor simán a vödörből mostam, akkor nem volt annyira látványos, de általában ezek úgy nem is szoktak ilyen vödrös mosásnál, sokkal erősebb szokott lenni a hatásuk, hogyha az ember egyből a mosókesztyűre nyom vagy egyet-kettőt a samponból közvetlenül, és akkor úgy elemenként így lemossa. Viszont amikor utána habosítóval még beterítettem egyszer és leülítettem, akkor még dobott ezen a hatásom. Az illata nagyon kellemes, ilyen friss üdeillat, nem tudom megmondani, hogy mi, de ilyen kellemes illata van. Amúgy a koszokat szépen leszette, és mint hát a többi ilyen bevonatos sampon, ez sem habzik, de a kenése az ott van neki. Úgyhogy igazából nyugodt szívvel tudom ajánlani, szerintem jó a cucc, feltétlenül ne napon használjátok, én is azért öblítettem le a motorháztetőt meg a szélvédőt így menet közbe, mert elkezdett feljönni a nap és eltűnt az árnyék a kocsi orráról. No de, száz szónak is egy a vége, csak ajánlani tudom a terméket, jó a cucc. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek el egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!